Sziasztok, Dani vagyok! Ebben a részben azt szeretném nektek megmutatni, hogy lehet a legegyszerűbben legyőzni az Ender Dragont, vagy a végsárkányt, ha valaha is problémát jelentett nektek a sárkány, vagy esetleg még most is problémát jelent, akkor itt a kiváló alkalom, hogy mindösszesen ezekkel az alapanyagokkal, pár stack földdel, egy obszidiánnal, egy nyillal és egy vödör vízzel legyőzzük a sárkányt, vágjunk is bele. Először is leteszek ide egy ágyat, hogyha valami balul sülne el, akkor itt térjünk vissza. Elhelyezem a szemeket a portálon. Kézbe veszem a nyilamat, és indulás! Mindig, amikor legenerálódik az N-sziget, akkor az... Ha blokkot megnézitek baloldalt, a 100 és a 0 XZ koordinátán vagyunk. Ez minden egyes alkalommal így van. Most elmegyünk a 145-ös, illetve hát az Y is fix, ez a 49-es, és elmegyünk a 145-ös magasságig, az első két stack, tehát 64 meg 32 föld felhasználásával. És mivel a 100-0 XZ koordinátán vagyunk, ezért 99 mezőt kell megtennünk ahhoz, hogy egy mezőre legyünk a 0-0 és XZ koordinátához, ahol majd a sárkányt csapdába ejtjük a 0-0-án. Ott pedig majd elhelyezzük az obszidiánunkat és a vízünket. Ha esetleg menet közben ránk lőne a sárkány, akkor ne ijedjünk meg, három földblokkot magunk alá pakolva kikerülünk a tűz hatótávolságából. Megérkeztünk a 145-ös magasságra, és most a bekészített 99 földblokkal megyünk. A 0-0 irányába. Ez a módszer, ez a trükk, Ian Exofor találmánya. Be is linkelem a leírásba a videóját, ahol az ötlet hátterét is elmeséli. De ha csak a megvalósítás érdekel benneteket, akkor ez a videó is teljesen alkalmas rá tutoriálként. Elhelyeztük az összes földblokkunkat. Megérkeztünk az 1-0-X-re, jöhet az obszidián blokkunk, kiütjük az utolsó földdarabot, és szépen le tudjon folyni az obszidiánon elhelyezett víz. Meglőtt, de elspuriztunk. És most egy kicsit távolabbról várjuk, hogy beakadjon a vízsugárba a sárkány, és feljöjjön ide egészen az obszidiánig. És innen fogjuk majd utána az íjunkkal lövöldözni. Hoztam magammal egy endőpört is. A biztonság kedvéért, ha esetleg leesnénk, akkor ezt a földre dobva kis sérülésekkel meg fogjuk úszni a dolgot. Két stack nyilat hoztam, valószínű egy stack és egy kevés elég lesz ahhoz, hogy teljesen egy ilyen alap íjjal is legyőzzük a sárkányt, illetve tartalék földet, hogyha magunk alá kell pakolni, és elveszítünk párat a bekészítettek közül. Úgyhogy ez a mostani készletünk ehhez a küldetéshez. És ha már itt vagyunk, akkor megmutatok nektek egy nagyon egyszerű trükköt arra, hogy a másik boss-t, a Withert hogyan kell nagyon egyszerűen a sárkányfészek alatt legyőzni mindösszesen egy obszidián felhasználásával. Ugye a Wither megidézéséhez a 4 lélekhomok és 3 Wither koponya kell.
Most beakadt a sárkányunk a vízbe, feljön egészen a tetejéig az obszidiánhoz. Megközelíthetjük innentől ártalmatlan, egészen lőtávolságra. És ha pontosan szeretnétek célozni, vagy megkönnyíteni a dolgotokat, akkor az F3B kombinációval előhozhatjátok a hitboxot, vagyis azt a részt, ahol ha eltaláljátok a sárkányt, és igazából azt a részt, ahol el tudjátok találni a sárkányt, mert például látjátok, a szárnyai össze-vissza csapkodnak, de valójában az számít csak találatnak, ha ezekben a zöld dobozokban éri őt a találat. És ha nézitek, nem gyógyul, nem sebez, csak itt van, és folyamatosan csökken az életpontja, hogy eltaláljuk. Aki szereti a kihívásokat, annak nem javaslom ezt a módszert, aki viszont egy egyszerű sárkányölésre vágyik, akkor neki kiváló alkalom, hogy eljusson mondjuk nem túl jó felszereléssel is az NCT-be. Megszerezze a 60 szintet, ami XP-t a sárkányat, hogy utána az összes tárgyára rárakhassa a megfelelő varázslatot, ha még nincs XP farmja. Én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak segítség, akik még most ismerkednek a játékkal, és csak távoli cél a végsárkány legyőzése, hogy ezzel a trükkel ők is megvalósíthassák ezt, és begyűjtessék a sárkánytojást. Vagy ha esetleg a varázsitalaitokhoz szeretnétek a sárkánytűz kiegészítést, akkor üres üvegcséget is hozzatok magatokkal, és amikor tűzgolyót dobrátok a sárkány, akkor is be lehet gyűjteni a lehelletét. Na már a nagy részét lelőttük. Még így is sikerül azért gyakran mellélőnöm, hogy ilyen zöld hitbox támpontom is van. Mindjárt legyőzzük a sárkányt, utána már csak egy feladatunk lesz, hogy ne nézzünk bele Enderman szemében, ott akkor ezzel a kis páncéllal, ami rajtunk van, hamar végez velünk, elviszem a hitboxot, legyőztük a sárkányt, ugye jön a rengeteg XP, és arra figyeljetek oda, hogy a tojás itt az obszidiánom van, onnan kell majd begyűjteni. Én most ezt nem gyűjtöm be, hanem megmutatom, hogy egy gyöngy ledobásával picit sérülünk, de lejöttünk. Úgyhogy lefelé nézve szigorúan elkezdem begyűjteni a tapasztalati pontokat. Már is 50-es szinten vagyunk nulláról. És 62. Még itt van egy kevés. Jó, akkor jöhet a vidőr. A vidőr pedig be kell lásni magunkat a sárkányfészek alá. A sárkányfészekről azt érdemes tudni, hogy 5 blokknyi széles az alja, és nekünk a közepére van szükség. Tehát ha itt beálltok bármelyik oldalára, akkor azt látjátok, hogy itt az alsó rész az 1 blokk, 2 blokk, 3 blokk, 4 blokk, 5 blokk széles, ha
épp a közepénél vagytok. És az 5 blokk széles aljának a közepén, tehát itt, amikor erre is 2 blokk van, és erre is 2 blokk van, úgyhogy 2 magas alagutat kifúrtok alatta, betesztek egy obszidiánt a közepére. Az obszidián azért kell, hogy amikor a vidör feje beszorul a tetejére, akkor lefelé se tudjon kijönni, és az obszidián az, ami ezt megakadályozza. Most alakítsátok ki a vidör megidézéséhez szükséges minimális helyet. Ez lesz a farkának a helye. Tehát arra figyeljetek, hogy középen legyen az obszidián, és a farok rész legyen rajta. Így lehelyezitek T alakban a lélekhomokot, itt van ez alatt az obszidián, fogjátok a 3 koponyát, elhelyezitek, kicsit spuri van, mert robbanni fog, ha föl teljesen betöltődik az élete. És azt történt, hogy a vidör feje beszorult a bedrockba, és lefelé sem tud kijönni az obszidián miatt. És ha megnézitek az életpontja, anélkül csökken, hogy mi bármit is ha akarjuk, nézhetjük, és magától is elpusztul, de lehet egy kicsit gyorsítani mindig. Úgyhogy egy vasbaltával rá segítünk. És megszereztük a Nether Star-t, amiből a beacon vagy jelzőfény elkészíthető. No hát, 10 perc alatt végeztünk a Minecraft 2 legerősebb Final Boss szörnyével. Remélem hasznosnak találtátok ezt a tutoriált, és legközelebb is velem tartotok. Köszönöm, hogy itt voltatok, Drami vagyok, sziasztok!